Szekulicidium. A 260 éve történt vérengzésre és az akkor jogaikat hősiesen védő székelyekre emlékeztek január 7-én Madéfalván. 1764-ben ezen a napon az osztrák császári csapatok tömegesen lemészárolták a kényszersorozás ellen tiltakozókat, asszonyokat és gyerekeket is. Új jogszabály. Kihirdette Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amely előírja, hogy tetemes bírsággal sújtható az, aki nem tiszteli a román nemzeti szimbólumokat, a himnuszt és a zászlót. Csak éppen azt nem tartalmazza, hogy mi számít tiszteletlenségnek. Lakosság nyilvántartás. Péntektől hatályban van az elektronikus személyi igazolványokra vonatkozó törvény. Az új dokumentumnak számos előnye van, de fölösleges rohanni kiváltani. A lakosság nyilvántartó hivatalok ugyanis egyáltalán nincsenek felkészülve ennek a kibocsátására. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A 260 évvel ezelőtti vérengzésre, a jogaikért hősiesen küzdő székelyekre emlékeztek tegnap Madéfalván a Szekulicidium emlékműnél. A helyiek mellett számos székelyföldi településről és Magyarországról érkeztek vendégek. A bukovinai székelyek és a moldvai csángó képviselői is jelen voltak. Ezek a történelmi események csupán pillanatok voltak évezredes történelmünkben, de oly meghatározóak, melyek máig nemzeti közösségeink mindennapjának szerves részei, közösségi életünk, nemzeti létünk kovászai. A madéfalvi események közösségre gyakorolt hatásáról is beszélt Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A felszólalók a 260 évvel ezelőtti eseményeket idézték fel, de annak máig elevenen élő emlékéről és hatásáról is szót ejtettek. Több mint negyed évezredes történetről beszélünk. Ezek a kerekéfordulók fontosabb, hogy ilyenkor jobban kiemeljük ezeket a történéseket, jobban odafigyeljünk, jobban még egyszer felidézzük, megértsük azt, hogy mi a mának a mondani valója egy ilyen eseményre, hogy mire kell ma odafigyeljünk, hogy kell saját magunkat megszerveznünk. Az ünneplők között számos erdélyi településről és Magyarországról érkezett vendég is volt. Ugyanígy jelen voltak a madéfalvi veszedelemkor elmenekült székelyek leszármazottai is, a moldvai csángók és a bukovinai székelyek képviselői is. Ó, hát ez nagyszerű érzés, hiszen mi bukovinai székelyek, innen származunk, a csíki és háromszéki székelyek, amikor innen elmenekültek Moldvába, és akkor utána Bukovinába, és jó ide jönni megint a testvéreinkkel együtt lenni. Évvel ezelőtt, 1764. január 7-én a császári csapatok 200 embert, közöttük asszonyokat és gyermekeket mészároltak le ágyútűzzel Madéfalván a székelyek kényszersorozásoknak való ellenállása miatt. Ennek emlékére a madéfalvi vízhalmon emlékművet állítottak, ezt 1905-ben adták át a madéfalvi közösségnek, itt tartják évről évre a megemlékezést. Tetemes bírságra számíthat az, aki nem tiszteli Románia szimbólumait, a himnuszt és a zászlót. Az erre vonatkozó, a diktatúrákra jellemző jogszabályt kihirdette Klaus Johannis államelnök. Románia zászlajára csak a törvény által jóváhagyott feliratok és szimbólumok kerülhetnek, áll a ma kihirdetett törvényben. Az indoklás szerint a közrend súlyos megsértését és Románia zászlajának meggyalázását jelenti, ha a megengedettől eltérő feliratok vagy jelek kerülnek a nemzeti színekre. Éppen ezért magas összegű pénzbírsággal kell sújtani a törvényszegőket a nemzetellenes cselekedetektől való elrettentés érdekében, áll a dokumentumban. A jogszabály azt is leszögezi, hogy az állampolgárok kötelesek tisztelni Románia nemzeti zászlaját és himnuszát, és semmilyen módon nem sérthetik meg ezeket. Aki megszegi a törvényt, 10.000 és 20.000 lei közötti bírsággal büntethető. Ez egy felesleges, alkalmazhatatlan és populista törvény, nyilatkozta híradónknak Ambrus Attila újságíró. Tulajdonképpen nincs meghatározott előírás arra, hogy ez a tisztelet mit is fedez, mit is jelent. Tulajdonképpen mindig, amikor elmegyek az ország zászlaja előtt, akkor tisztelet.
dalját és az ország himnuszát. Ezért nagyon nehéz lesz ezt a törvényt valamiképpen alkalmazni, és hoztak egy törvényt, amelynek ellenőrzése lehetetlen lesz. Valószínűsíthető, tette hozzá, hogy populista indítatásból ki fogják egészíteni újabb aberráns előírásokkal a törvényt. Egyébként a távol-keleti kommunista diktatúrákban bevált szokás, hogy kötelezővé teszik a nemzeti szimbólumok, sőt az ország vezetőjének imádatát. Az RMDS megyei tanácselnökei kihívásként tekintenek a 2024-es szuperválasztási évre, de fel vannak rá készülve. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ne csak a választásokra koncentráljanak, hanem a közigazgatásra, a fejlesztésekre és az új projektekre is hangsúlyt fektessenek. Nehéz év áll előttünk, hiszen 2024 a választások jegyében fog zajlani, mondták az RMDS megyei tanácselnökei. Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke szerint nem csak a helyhatósági választások számítanak, megyei szinten részt kell vállaljanak az európai parlamenti, a parlamenti és az államelnöki választásokból is. 2024 egy nagyon nehéz év lesz, hisz egyszerre kell 4 választásban részt venni, és hát nem bújjunk az ujjunk mögé, hisz megyei tanácsnak, egy helyi önkormányzatnak óriási mozgósító ereje van a többi választási kampányban is, nem csak az, ami a helyi választásokat érinti. Péter Ferenc, Maros megyei tanácselnök a 2024-es évet maratoni választási évnek nevezte, de nem csak erre fog fókuszálni. Hát a 2024-es év az elsősorban egy kivételes év, amint tudjuk, egy maratoni választási év is, tehát még nehezebb lesz ugyanabban az időben koncentrálni a választásokra is, de ugyanakkor koncentrálni azokra a közigazgatási feladatokra is, amelyeket kötelező módon el kell végezni. Kolozs megyében is a legfőbb célkitűzés a választások sikerre vitele, hiszen fontos, hogy megmaradjon a magyar képviselet szintje, nem csak megyei, de országos és uniós szinten is. Nagyon-nagyon intenzív lesz a jövő év is, és nem csak a választás miatt, pedig az a legfőbb gond és legfőbb célkitűzés, hogy azokat valamilyen szinten nekünk meg kell nyerni, úgy, ami a mi szintünk, persze az arányokat szem előtt tartva, de láttuk most is, hogy mennyire fontos, hogy minden szinten ott legyen az RMDSZ-es választott. Az is fontos azonban, hogy ne csak a választásokra, hanem a megyék további fejlesztéseire is koncentráljanak. Elkezdett projekteket fognak befejezni és újakat indítanak, illetve a közigazgatásra is hangsúlyt fognak fektetni 2024-ben. Stratégiai prioritásként kezeli az igazságügyi minisztérium a börtönbüntetésre ítéltek külföldre szökésének leállítását, közölte Alina Gorgiu tárcavezető. Facebook bejegyzése szerint 2023-ban összesen 1004 börtönbüntetésre ítélt szemét hoztak vissza az országba a román hatóságok. Közülük 735-en szökevények, 769-en külföldön fogva tartottak voltak. Fontos, hogy ne legyenek többé kiskapuk, amelyeket kihasználva kivonhatják magukat a büntetőjogi felelősségre vonás alól, fogalmazott a tárcavezető és hangsúlyozta, támogat minden olyan intézkedést, amely az elektronikus nyomkövetők használatának a hatósági felügyelet alatt vagy házi őrizetben levő személyekre történő kiterjesztését szolgálja. Az igazságügyi minisztérium egy olyan jogszabálymódosítást is kezdeményez, amely előírja, hogy a hazaszállítás költségeit a szökevényeknek kell majd állniuk. Az intézkedéssel a jelenség visszaszorítását célozza a szaktárca. Az európai lakosság nagy része támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, és egyetért az Oroszország elleni fellépéssel az Euróbarométer felmérése szerint. A háború kitörése óta markánsan nőtt az Ukrajna iránt érzett szimpátia. Az Európai Unió lakosságának 28%-a gondolja, hogy a bevándorlás és az ukrajnai háború a két legfontosabb kihívás, amivel az EU szembesül, derül ki az Euróbarométer felméréséből. A megkérdezettek 3/4-e támogatja az EU külső határainak megerősítését. 10-ből 9 válaszadó egyetért az Ukrajnának nyújtott támogatással. 10-ből 8 válaszadó egyetértett azzal, hogy a háború elől menekülőket befogadja az EU. 72% egyetért azzal, hogy az EU pénzügyi támogatást nyújtson Ukrajnának, ugyanennyien támogatják az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat.
Anton Bendarzsevszky, külügyi és biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajna is nyit a nyugat felé. De valóban a háború eredményezett egy markáns, jelentős változást, hiszen az ukrán nép ugye egyértelműen elszenvedője az orosz agressziónak, és ez az európai lakosságban szimpátiákat eredményez. Ráadásul ugye mindez kvázi az európai vagy nyugati integráció miatt történik, tehát az orosz támadás elsősorban annak szó, hogy Ukrajna nem a keleti kapcsolatokat választotta, nem az orosz integrációt választotta, hanem a nyugatra szeretett volna integrálódni. Ukrajna megítélése főleg a 2014-es események után változott meg, amikor Viktor Janukovics államfő nem írta alá az EU-val kötendő társulási megállapodást. Ez hatalmas tüntetés sorozatot eredményezett, ami megbuktatta az orosz barát elnököt. Ezt követően Oroszország egyoldalúan annektálta a Krím-félszigetet, a keleti tartományokban pedig az oroszok támogatta szeparatista erők erőszakkal megkaparintották a hatalmat, ami fegyveres összetűzésekhez vezetett. A 2022. februári orosz agresszió tovább növelte az európai szimpátia hullámot. Még nem tudni, mikortól lehet majd igényelni elektronikus személyi igazolványt, noha a törvényt pénteken már kihirdette Klaus Johannes államfő, a lakosság nyilvántartó igazgatóságokat még nem tájékoztatták semmiről. Kihirdette Klaus Johannes államfő a lakosság nyilvántartását és az elektronikus személyazonosító igazolványt szabályozó törvényt. Ennek értelmében az elektronikus személyazonosító igazolvány lehetővé teszi tulajdonosa számára az elektronikus aláírás használatát és a különböző állami intézmények informatikai rendszerében történő azonosítását. A törvény kihirdetésével el kellene kezdődjön az e-személyi kibocsátásának folyamata országos szinten, de a lakosság nyilvántartó igazgatóságok sem a hivatalos eljárásról nem értesültek még, sem az ehhez szükséges eszközöket, szoftvereket nem kapták meg. Dátumot sem tudnának mondani arra, mikortól, milyen formában lehet majd ténylegesen igényelni az e-személyi igazolványokat. Az e-személyi igazolvány, mint olyan a törvénykezésben megjelentkezték leszabályozni. Folyamatban vannak tudomásom szerint a közbeszerzések a belügyminisztériumnál, amik szükségesek ahhoz, hogy ez az elektromos személyazonosságnak a kibocsátása ország szinten megtörténjen, és az implementáció maga az annak függvényében fog történni, ahogy a belügyminisztériumban úgy látják. Központi szinten fogják azt is eldönteni, hogy Kolozs megye után, ahol 2021 óta kísérleti jelleggel eddig is bocsátottak ki ilyen dokumentumokat, mely központokban, milyen sorrendben, netán egyszerre történik-e majd az elektronikus személyi igazolványok bevezetése. Az e-személyiket többek között utazáskor is lehet majd használni azokban az országokban, amelyek elismerik ezeket. Az állampolgároknak ugyanakkor továbbra is lehetőségük lesz választani az elektronikus személyazonosító igazolvány és az egyszerű személyazonosító igazolvány között. A jogszabály lehetővé teszi továbbá az elektronikus személyazonosító igazolvány kiállítását a szülők kérésére a 14 évnél fiatalabb kiskorúak számára is. Aggasztó adatokat közölt a Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület a kiskorúak szerencsejátékokhoz való hozzáféréséről. Noha több intézkedés révén megpróbálták visszaszorítani a jelenséget. A gyermekvédelmi egyesületek ugyanakkor folyamatosan felhívják a figyelmet a szerencsejátékoknak a kiskorúakra gyakorolt negatív hatásaira. A válaszadó kiskorúak 14%-a vett már részt kisebb-nagyobb pénzösszeg kockáztatásával szerencsejátékban a Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület felmérése szerint. 40%-uk azt válaszolta, hogy barátaik között van, aki rendszeresen fogad. 10 gyerekből 6 tud arról, hogy korhatárosak a szerencsejátékok. 10-ből 4 gyerek beszélt már egy megbízható személlyel ezek hatásairól. 10-ből 1 gyereknek a családtagja rendszeres szerencsejátékos pénzbeli tétekkel. Az egyesület felhívta a figyelmet arra, hogy hiába illegális, semmi nem akadályozza meg a kiskorúakat, hogy online fogadásokat kössenek és részt vegyenek szerencsejátékokban. Szabó Ödön parlamenti képviselő híradónk megkeresésére elmondta, kormányzati intézkedésekkel próbálják visszaszorítani a szerencsejátékot.
A parlamenti képviselő a segítségnyújtás fontosságát is kiemelte, amelyben a függőségben szenvedők részesülhetnek. Ezeknek a elsősorban a fiatalokra vonatkozó szabályozását kell megerősíteni. 18 év alatt nem lehet ilyen helyre bemenni, olyan környéken, ahol iskolák vannak, illetve a fiatalok számára valamilyen formában elérhetővé válhatnak, meg kell tiltani. Nyilvánvalóan a reklámokra vonatkozó szabályozást is megpróbálja a parlament, illetve a kormányzat is csökkenteni, azért, hogy egy olyan ügyben, amelyik függőségeket okozhatnak, a reklám lehetősége korlátozódott legyen, akár a köztéri reklámozás, akár a televíziókon, rádiókon keresztüli reklámozás. A gyermekek szerencsejáték hirdetéseknek való kitettsége riasztó szintet ért el az Egyesület szerint. Az utcai hirdetések esetében a televízióban és az interneten is szerencsejátékokat népszerűsítő reklámokkal találkozhatnak. A gyerekek 11%-a bevallotta a felmérésben, hogy követi a szerencsejátékokat reklámozó influencereket. Tiltakozást szerveztek ma délelőtt több diákszövetség képviselői az Oktatási Minisztérium épülete előtt. A tüntetést az indokolta, hogy a Román Fuvarozók Szövetségének pénteken kiadott közleménye szerint az intézmény és a kormány döntése miatt a diákoknak nem biztosítják az ingyenes szállítást a tömegközlekedési eszközökön. Diákok tiltakoztak hétfőn délelőtt az idei első tanítási napon az Oktatási Minisztérium épülete előtt, mivel szerintük nem biztosítják a tömegközlekedés ingyenes igénybevételéhez való jogot. Azért tiltakozunk, mert több megyében, amelyekben a diákok szétszórt településeken élnek, nem biztosítják számukra az ingyenes szállítást. Mint például Völcse megyében, ahol sok település van és nem mindegyikben van buszközlekedés, nincs egy jó megszervezett közlekedési rendszerük. Azért vagyunk itt, hogy képviseljük az országból minden olyan diáktársunkat, akiknek mától nem biztosítják az ingyenes közlekedést 19 megyében, mert a kormány és az Oktatási Minisztérium nem tudott erre vonatkozóan megegyezni, így a diákokat szállító fuvarozók nem kapták meg a szolgáltatás ellenértékét szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, de még januárban sem. A Román Fuvarozók Szövetsége pénteken adott ki közleményt, hogy január 8-ától 19 megyében az ingázó diákoknak saját zsebből kell fizetniük a szállítást, mivel a kormány többé nem részesíti támogatásban azokat a tanulókat, akik olyan területeken élnek, ahol a megyei tanácsnak nincs szerződése közúti fuvarozóval. Megalakulása óta több mint 10 000 mezőgazdasági vállalkozónak nyújtott szakmai továbbképzési lehetőséget a vidékfejlesztéssel foglalkozó LAM alapítvány, de számtalan új munkahelyet is teremtett az IF-alvi székhelyű szervezet. Most a rövid termelői lánc létrehozására irányuló pályázaton nyertek, amellyel a helyi termelőket és forgalmazókat segítik egy új helyi márka létrehozásában. Egy IF-alvi, egy kézdi százfalusi és egy sepsiszentgyörgyi székhelyű cég szövetkezési pályázata nyert a LÁM alapítvány koordinációjával rövid élelmiszeripari előállítási lánc témakörben. Nem ez az első alkalom, hogy az alapítvány ilyen jellegű pályázatot nyújt be, kapott már támogatást egy tejfeldolgozó üzem is. Most a pályázati pénzek segítségével savanyúságot termelnek és értékesítenek közös márkanévvel. A vidékfejlesztés és kifizetési ügynökségnél pályáztunk a 16.4-es tengelyen, és egy rövid élelmiszeripari ellátási lánc volt a pályázat célja. Ez azt jelenti, hogy 50 kilométeres körzetben kell a terméket előállítani, feldolgozni és eladni, értékesíteni. Ebben a láncban 3 termelő gazda szerepel, illetve a LÁM alapítvány a pályázati menedzsmenttel, pályázat elkészítésével, elszámolásával foglalkozik. A pályázat összértéke körülbelül 219 000 euró, ebből a pénzből többek között gépjárművek vásárlása, eszközberuházás és marketing célú felhasználás is lehetséges. Szövetkezeti pályázatról van szó. A termelő eljuttatja a zöldséget, a terméket a feldolgozóhoz, aki a feldolgozott, elkészített savanyúságot az elosztóhoz viszi, amely háromszéki helyi boltok és panziók segítségével értékesíti az árut. Klárik Attila szerint összességében sok lehetőség van a megyén belül, más egyesületek égisze alatt is beindult egy folyamat, amelynek kapcsán sok figyelemfelkeltő akció zajlik. Egyre többen választják a helyi termékeket a boltokban.
A pályázatot 2023 áprilisában indították, a lejárati idő szeptember, tehát az új előállítású helyi savanyúságok még idén eljuthatnak a vásárlók kosaraiba. Januártól megnövelte az egészségügyi minisztérium a véradóknak járó étkezési utalványok értékét, így most 280 leértékben kapnak jutalmat a donorok. A megnövekedett juttatás hírére január elején megteltek a vérközpontok. 2024-től megnégyszerezte az egészségügyi minisztérium a véradóknak járó étkezési utalványok értékét, hisz korábban gyakran alakult ki vérhiány a kórházakban. Az év elejétől a véradásért járó étkezési utalvány értéke 9 lej 75 baniról 40 lejre emelkedett, a donorok pedig összesen 7 ilyen utalványt kapnak 280 lej értékben. Emellett szabadnap is jár, valamint 50%-os kedvezmény a tömegközlekedési eszközökön. A terv sikeres volt. Véradóközpontok megteltek az év első napjaiban. Marosvásárhelyen hétfőn annyian jelentkeztek, hogy híradónk stábjának ott járt a kor, többeket elküldtek, mivel betelt a fogadókapacitás. Az év elejétől, miután a véradói jutalom megemelkedett, a véradók számának jelentős növekedését tapasztaltuk. Az első három napban több mint 260-an adtak vért. Mint látják, ma is nagyon sokan vannak, több tucat ember jelentkezett. Ennek az egyik oka a véradásért járó jutalom megnövekedése. Hangsúlyozta, nem tudnak minden jelentkezőt fogadni, mert a vér és a vérkomponensek rövid ideig tárolhatóak. Szerinte a véradás felelősségteljes cselekedet, és általában az embereket nem csak a pénzjutalom motiválja. Ezért sokan azok közül, akiket ma elküldenek, visszajönnek egy másik dátumon. A megkérdezettek azt mondták, őket nem a megnövekedett jutalom motiválta. Én nem is tudtam róla, most mondták. Most mondta egy portás, de én nem azért adományozok, hanem az egészségem miatt. Több okból adok vért, de először is azért, hogy az embereken segítsek. Mert segíteni szép dolog. Ha jót tehetek, miért ne tennék? Vért azok a 18 és 60 év közötti állampolgárok adhatnak, akiknek a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, de minden esetben orvos dönti el, hogy egy adott személy adhat-e vért vagy sem. Évente maximum 4-szer, 3 havonta adható vér, és érdemes előre időpontot foglalni. Jégkorong és Dakar, sporthírekkel folytatjuk. Sorozatban 5. győzelmét aratta a Csíkszeredai Sportklub az Erste Ligában. A csíkszeredai jégkorong csapat 3-0-ra verte a brassói Koronát. A Korona pedig vendégként 5 gólos sikert aratott Gyergyószent Miklóson. Sorozatban 5. győzelmét aratta a Csíkszeredai Sportklub a jégkorong Erste Ligában. A csíkszeredai csapat 3-0-ra verte idegenben a brassói Koronát. A mérkőzés az Erste Liga mellett beszámított a román bajnokság alapszakaszába is. A mérkőzés során a kapusok játszották a főszerepet, a záró játék részben nyomást helyezett a brassói csapat a sportklub kapujára, azonban nem sikerült betalálnia. Streng Hunor, a Korona másodedzője elismerte, jobbak voltak a csíkiak. Az első harmad után próbáltuk összeszedni magunkat, de sajnos rögtön a második percben gólt kaptunk. Egy-két egyéni hibát vétettünk, és Csíkszeredai remek csapat ezt könyörtelenül ki is használták. Utána próbáltunk nyomni, azt gondolom, hogy elég helyzetet kialakítottunk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk, de valamiért nem ment a góllövés, ez már második meccse, hogy nem tudtuk átölni a reteszt, úgyhogy mindenképpen ebbe kell javulni, és hazai pályán jobb eredményeket kell elérni. A tökéletes védekezés hozta meg a sikert is, értékeltek a csíki játékosok. Kapusuk O'Connor második Brassum elleni meccsét zárta kapott gól nélkül. Egy jó meccsen vagyunk túl, idegenben 3-0, lenullázni egy ellenfelet bárhol idegenben vagy hazai pályán nagyon nagy dolog. Úgy gondolom, hogy megérdemelten visszük el a 3 pontot, és megérdemelten nem kaptunk ma gólt. Úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek. A Korona 2 nappal később Gyergyószent Miklóson törlesztett, ahol 5-0-ra leiskolázta a gyergyói hokiklubot. Szilasi Zoltán, a gyergyóiak edzője szerint a rossz kezdés megpecsételte a mérkőzés kimenetelét. Időszakosan csináltuk a jó dolgot, de egy ilyen derbi meccsben egyszerűen ez a kezdés, ez megpecsételi a sorsodat. Az erdélyi csapatok legközelebb január 11-én lépnek pályára. A brassói Korona az Újpestet látja vendégül, a gyergyói hokiklub a Debreceni Egyetem atlétikai klubot fogadja. A csíkszeredai sportklub a ferencvárosi jégkorong csapata ellen lép pályára. A 3 magyar klub ezt követően sorra látogatja az erdélyi ellenfeleit.
Összesítésben a 35. helyen áll a szatmárnémeti Gyenes Emánuel a Szaúd-Arábiában rendezett Dakar Rally első két szakasza után, a szerviz nélküli motorosok rangsorában a második helyet foglalja el. Kipipált a Gyenes Emánuel a 2024-es Dakar Rally első két szakaszát Szaúd-Arábiában. Az első etap Alullá és Al-Henakija között nehéz pályának bizonyult, a köves részek miatt nehéz volt gyors tempót diktálni. A szatmárnémeti versenyző beszámolt arról, hogy mi jelentette a legnagyobb nehézséget számára. Az első nap az egy elég hosszú nap volt, 413 km mért szakasz, de ami érdekes volt benne, hogy nagyon sok köves rész volt, és nagyon lassú tempót tudtunk menni, tehát nem lehetett gyorsan menni, így elég hosszúra sikerült ez a mérszakasz mindenkinek. A 2024-es Dakar Rally második szakaszán a motorkerékpár kategóriában Gyenes a 33. helyen végzett az Al-Henakija és El Dawadibi közötti 463 kilométeres távon, összetettben pedig a 35. helyen áll. A szerviz nélküli motorosokat tartalmazó Original by Motul kategóriában ugyanakkor a második helyen zárt, és ezen a helyen áll összesítésben is. A harmadik szakaszt Al-Dawadimi és Al-Samia között rendezik meg, amelyen 438 kilométeres mért távolságot tesznek meg a versenyzők. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.